Megnövelt keretösszeg, 70 milliárd forinttal többet biztosít közmunkaprogramra a magyar kormány a jövő évben, ami több mint 200 ezer ember foglalkoztatását teszi majd lehetővé. Nyíregyházán a Vizer pilótaképzést indít a légitársaság a Tréner Kft. És két holland vállalat együttműködésével. A 23 hónapos képzésre Európából 200-an jelentkeztek. Nagy értékű felajánlás. Csenger városának adományozta Osváth György családi gyűjteményüket, amely a személyes tárgyak mellett egy könyvtárral is büszkélkedhet. Milliárd forinttal többet biztosít közmunkaprogramra a magyar kormány a jövő évben, ami több mint 200 ezer ember foglalkoztatását teszi majd lehetővé. Hangzott el az első országos közfoglalkoztatási kiállításon Budapesten. A Kölcsei Televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! A kétnapos rendezvényen a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyírbogát egyike volt annak a 110 önkormányzatnak, amely bemutatta a közmunkaprogram eddigi eredményeit. Nyírbogát évekkel ezelőtt elsők között indította el a közmunkaprogramot, a létszám azóta is folyamatosan nő. Jelenleg körülbelül 200 állandó közmunkást foglalkoztatnak a községben. Helyben termelnek zöldségeket és gyümölcsöket, például uborkát és paprikát. Részben saját területen, valamint vállalkozók és a lakosság által felajánlott földeken dolgoznak. A mezőgazdasági projekt mellett nagyon szépen dolgoznak a többi projektben résztvevő közmunkásaink is, a belvízelvezető rendszernek a rendbetételével szinte minden árkot megújítottunk a település belterületén. Mi magunk készítjük az árokba a fedlapokat. Itt van egy kis üzemrész, ahol részben térköveket, részben a belterületi vízelvezető ároknak a födémlapját készítik el ugyancsak közmunkásaink. A hétvégén megrendezett közfoglalkoztatási kiállításon a helyi savanyító üzemben készült termékeket mutatták be a nyírbogáti standnál. Nagy sikere volt a töltött paprikának, a paradicsomlének és a szilvalekvárnak is, főleg házias ízük miatt. Mindenki munkája benne van ebbe a kiállításban, amit itt a háttérben is látnak, úgyhogy mi köszönetet tudunk csak kifejezni a közmunkában résztvevő embereknek, akiket foglalkoztatunk, akik megtermelték ezeket a növényeket, zöldségféléket, gyümölcsöket, és minden nap frissen behozzák, és akkor a savanyító üzembe a kis stábunk minden nap frissen elkészíti. A közmunkaprogramnak köszönhetően jelentős mértékben csökkent a munkanélküliség Nyírbogáton, jelenleg mindössze 26 regisztrált álláskereső él a községben. Pilótaképzést indít a Vizer Nyíregyházán a Tréner Kft. És két holland vállalat együttműködésével. A 23 hónapos képzésre Európából 200-an jelentkeztek, közülük 12-en kezdhetik meg tanulmányaikat a megyeszékhelyen. A 120 ezer eurós tanfolyam végén a Vizer első tiszti állást biztosít a végzősöknek. A Vizer meghívásos tenderén 15 európai pilótaképző szervezet vett részt, közülük került ki nyertesként a CEFA elnevezésű konzorcium, ami a Tréner Kft. És két holland képzőintézet közös vállalkozása. A CEFA, vagyis a Közép-Európai Repülési Akadémia 5 éves szerződést kötött a Fapados légitársasággal. Nyíregyházán fog indulni november első napjaiban egy Vizer kadét program, aminek a jelentkezésem lezárult, a felvételi most van folyamatban, és ezt a képzést 119.700 euróért fogja végezni egy nyíregyházi bejegyzésű nevű cég, CEFA nevű cég, Nyíregyházán fogja végezni. Két holland partnerével alakítottuk ezt a tréner, ezt a céget, a CEFA-t, és ő kapott megbízást, őneki van szerződése a Vizerrel. A 23 hónapos képzés jelentős része Nyíregyházán zajlik. Az utolsó két hónapban a típus átképzéshez az amszterdami konzorciumi partnerek nyújtanak szimulátoros képzési lehetőséget. A kadét program résztvevői a felvételt követően munkáltatói szerződést kötnek a Vizerrel, amiben a légitársaság vállalja, hogy megközelítőleg 3000 eurós havi fizetésért első tiszti állást biztosít a sikeresen végzőknek. A nemzeti vagyon kiárusításának is nevezhető a kormány terve, mely szerint 380 ezer hektár termőterületet adnak el december 31-ig. Ezt a Magyar Szocialista Párt sajtótájékoztatóján mondta el Csonka Bertalan megyei önkormányzati képviselő. Az ellenzéki politikus úgy véli, a földek értékesítése nem a kis családi gazdaságokat segíti majd.
szocialista párti kormányok idejében nem hogy földet adtunk volna el, hanem földeket vásároltunk, amivel 40 ezer kisnyugdíjasnak segítettünk, rászoruló kisnyugdíjasnak segítettünk. Hollandiában 20 évvel ezelőtt államosították a földeket, így tudják a külföldi tulajdonosoktól megmenteni. Ezért tartjuk mi a nemzeti vagyon kiárusításának. Félpályás útlezárással tiltakozott az állami földterületek elárverezése ellen az LMP a 4-es számú főúton. A párt megyei elnöke televíziónknak elmondta, a következő időszakban az állami földek elherdálásának lehetünk tanúi. A politikus hangsúlyozta, az értékesítés rendeleti módon végrehajtott intézkedés lesz, nem a parlament szavazta meg. A lehet más a politika alapelve, hogy föld olcsó, kedvezményes, tehát a vidéki kisemberek által hozzáférhető földhaszonbérleti szerződések formájában kerüljön sor az állami vagyon, végül is a nemzeti vagyon hasznosítására, hiszen itt mindannyiunk tulajdonáról van szó. A föld értékesítéseket, föld állami földek eladását nem tudja támogatni a lehet más a politika. A kormány által beígért 10%-os rezsicsökkentés helyett a tűzifa árának emelkedése miatt az érintettek számára 15%-kal megdrágult a fűtés, mondta nyíregyházi sajtótájékoztatóján Földi István megyei önkormányzati képviselő. A megoldást a tűzifa áfájának csökkentésében vagy eltörlésében, valamint a szociális tűzifa program átalakításában látja a Jobbik. Az önkormányzatok, tegyük ki kell mondani, nagyjából az összes önkormányzati rész itt el van adósodva. Nem igazán tudják például támogatni se a településen élőket, mert haza kell hozatni a fát például, ami nagyon-nagyon sokba kerül például egy önkormányzatnál. Véleményem és a Jobbik véleménye szerint ez a programrész a kormány részéről ismételten megbukott. És jobb lenne inkább azzal foglalkozni ténylegesen, hogy az ígéreteket beváltja, például a fatüzeléssel élő emberek számára is. Csenger városának adományozta Osváth György családi gyűjteményüket, amely a személyes tárgyak mellett egy könyvtárral is büszkélkedhet. A kézi könyvtár 34.200 kötete mellett a gyűjtemény része 2.800 darab antik ritkaság is. A bőr és pergamen kötetek elsősorban német, francia és latin nyelveken íródtak. A ritkaságok között megtalálhatóak Monte Cuccoli és Rákóczi Ferenc emlékiratai is. Az Osváth gyűjtemény nem csak a 37 ezer darabos könyvtárból áll. A kulturális központban egy külön helyiségben állították ki a 14. századig visszavezethető család személyes tárgyait is, így többek között az 1650-ben első Rákócival hadba vonuló és ott fogságba esett Osváth György bilincsét. A gyűjteményemnek az eredete a tulajdonképpen apám könyvtára, mely több ezeres könyvtár volt, és ennek az alapján 30-40 éve gyűjtöttem 30 ezer kötetet, ez egy történelmi könyvtár, amelyhez jön még egy antik könyvtár, amely körülbelül 3 ezer kötetből áll, és 16-tól 18. századig bőr- és pergament kötésben magyar és idegen nyelven a magyar történelemről szól. A könyvtárban fellelhetők az Árpád kortól a rendszerváltásig szinte bármely periódust ismertető könyvek, amelyeket elektronikusan katalogizált formában tettek hozzáférhetővé az érdeklődők és a kutatók számára. Csenger városában egy olyan kulturális központot akarunk ezzel létrehozni, ezzel az Osváth adománnyal, ami idáig még nem volt. Tehát szeretnénk igazából Szatmárnak egy kulturális központja lenni, és ezzel a gyűjteménnyel, ami itt van mögöttünk ebben az épületben található, ezzel joggal mondhatjuk azt, hogy azzá is tudunk válni, hiszen a Párciumi Egyetemmel, valamint a Nyíregyházi Főiskolával tudtunk most már közös kapcsolatot kialakítani. Az Osváth gyűjtemény a nemzetközi kapcsolatok mellett a határközi magyar-magyar integrációt is elősegítheti, valamint a határ két oldalán élő magyar közösségek számára is egy fontos találkozási pont lehet, mondta el Csengerben a megnyitó ünnepségen a Párciumi Területi Kutatások Intézetének vezetője. Olyan tekintetben is kiemelném, és pénzben nem kifejezhető ez az új intézmény, hogy innentől kezdve intézményeket fog összekötni, tehát nyilván a tágabb régiónak a felsőoktatási intézményei, a Nyíregyházi Főiskola, a Debreceni Egyetem is, és a Párciumi Keresztény Egyetem is mindenképpen igényt tarthat itteni adatszolgáltatásra, itteni kutatómunkára, illetve terveink szerint ez majd egy ilyen találkozó, kutató találkozási pont is lesz, konferenciákat, illetve workshopokat fogunk ide szervezni intézményközi jelleggel.
A kulturális központ épülete korábban pártházként és rendőrségként is működött. A Csengeri önkormányzat térítésmentesen kapta meg az ingatlant a kormánytól, hogy helyet biztosítsanak a nagyértékű gyűjteménynek. Kiállítás nyílt a kárpátaljai magyarok 1944-es elhurcolásának emlékére a nyíregyházi főiskolán. A tárlatról hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a mai híradóban. A Budapesti Operett Színház Lili Bárónő című előadását láthatta a nyíregyházi közönség szombaton a Rotary Klub szervezésében. Az est bevételét egy játszótér kialakítására fordítja majd a jótékony szervezet. Győzelemmel kezdte a szezont a Marsó Nyíregyháza. Sitko Ernő együttese a férfi kosárlabda bajnokság nyitó fordulójában a MAFC csapatát fogadta, és végigvezetve 95-91-re verte fővárosi ellenfelét. Kiállítás nyílt a kárpátaljai magyarok 1944-es elhurcolásának emlékére a nyíregyházi főiskolán. A megnyitón Bocskor Andrea beregszászi születésű európai parlamenti képviselő kiemelte, a tárlat már több magyar településen és az Európai Parlament brüsszeli székházában is megtekinthető volt már. A tragikus eseményt bemutató kiállítás október 9-éig látogatható. A Málenki robot a II. Világháború utáni szovjetunióbeli kényszermunka magyarországi elnevezése, a nyíregyházi főiskolán a kárpátaljai magyarok 1944-es deportálásának emlékére nyílt vándorkiállítás. A kárpátaljai magyarság kollektív emlékezetében ez egy olyan cezúra, egy olyan téma, ami meghatározó jellegű. Másrészt, mivel a kárpátaljai magyar közösség a magyar nemzet részét, szerves részét képezi, ezért úgy gondolom, hogy a magyar történelem szerves részét is jelenti ez az esemény sorozat, és mint ahogy földrajzilag nem csak a mai Kárpátalját érintette, hanem Szabolcs-Szatmár-Bereg megye nagyon sok települését és részét. Ezért úgymond spirituálisan egybefor a történelmünk, egybefor a Málenki robotnak az esemény története is. A fogolygyűjtő akció, a megtorlás, az etnikai és politikai tisztogatás, valamint a kényszermunkás szerző akciók sorába illeszkedett. A szovjet vörös hadsereg által elfoglalt magyar területeken a katonák a nyílt utcáról vitték el a civileket, elsősorban a német nevűeket, hangzott el a kiállítás megnyitóján. A tárlat a Málenki robot előtti eseményeket is bemutatja, például Kárpátalja szovjet megszállását, de olvasható a lágeres életkörülményekről is. A II. Rákóczi Ferenc kárpátaljai magyar főiskola elnöke úgy fogalmazott, a kiállítás végre hazaérkezett. Azért érkezett haza, mert Csonka-Beregből is ugyanúgy elhurcolták a férfiakat, mint Kárpátaljáról, míg ki nem derült, hogy hol lesz a hivatalos határ, egészen a Tiszáig. Tehát ez egy emlék és mementó, ami felhívja a figyelmet arra, hogy közös a múltunk, és úgy néz ki, hogy közös a jövőnk is, hiszen a nemzeti összetartozás jegyében született a kiállítás. Az elhurcoltak legalább harmada odaveszett, és akik hazatérhettek, hallgatásra voltak kényszerítve. Az esemény a 90-es évektől kapott nyilvánosságot, a részletek feltárása pedig a mai napig tart. A kiállítás, amely mintegy 10 év kutatási munka eredménye, a nyíregyházi főiskolán október 9-éig ingyenesen látogatható. A Budapesti Operett Színház Lili Bárónő című előadását láthatta a nyíregyházi közönség szombaton a Rotary Klub szervezésében. Az előadást megelőzően a szervezet kiemelkedő támogatói emléklapot vehettek át. Az est bevételét egy játszótér kialakítására fordítja majd a nyíregyházi Rotary Klub. Jótékonysági célra rendezett színházi előadást a nyíregyházi Rotary Klub. A Budapesti Operett Színház Lili Bárónő című produkcióját hívták meg. A nagy érdeklődésre való tekintettel 2 előadást is tartottak szombaton. A rendezvény nyitányaként a Rotary Magyarország tapintható, láthatatlan elnevezési projekt vezetője Nagy Gyula emléklappal jutalmazta a támogatókat. A szervezet így köszönte meg többek között a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés, valamint elnöke Sesták Oszkár, dr. Pénzes Marianna 2014-15. Évi elnök és Pták István projektfelelős munkáját. Az előadás férfi főszerepét Dolhai Attila játsza.
A Lili Báronőt nagyon szeretjük, tehát ez egy szívünk csücske előadás, Raktárszínházban játsszuk fönn, az Open Színházban is több mint 10 éve játsszuk már. Ez azt hiszem önmagát beszél, hogy a közönség nagyon szereti a művet, és ezt az előadást is. És hát nagyon nagy boldogság volt megtapasztalni azt, hogy mikor kiderült, hogy jövünk, akkor egy pár héttel később szóltak, hogy nem egy előadás lesz, hanem 2, mert annyi akkora az igény. Úgyhogy köszönjük a nyíregyháziaknak ezt az érdeklődést. A főbb szerepeket Dolhai Attila mellett Lukács Anita, Lehocki Zsuzsa, Szendi Szilvi és Szolnoki Tibor alakították. Tisztességet és becsületet tanulhatunk a köztünk élő szépkorúaktól, ami a mai világban is nagyon fontos lenne. Hangsúlyozta ünnepi beszédében Nagy Sándor Újfehértó polgármestere a város idősek napi rendezvényén a hétvégén. Újfehértón szeretett vendégséggel és gálaműsorral kedveskedtek a szépkorúaknak, valamint köszöntötték a város legidősebb lakosait. Újfehértó legidősebb lakosa Fejérvári Antalné, aki augusztusban töltötte be a 99. életévét. Málika nénit az idősek napján otthonában köszöntötte a város polgármestere és a hivatal dolgozói. Málika néni a mai napig rendkívül életvidám, egyedül él, a házi munkában unokája segítkezik neki. Az idős néni azt mondja, a hite mindig megsegítette. 60 évig minden vasárnap járt templomba, még most is havonta gyón és áldozik. Szerinte az Isten a tenyerén hordozza. Mindig megsegített az Isten. Vannak jó testvérem, jó volt mindegyik. Egyik elvásárolt, a másik amarra. Telemeltem a kégyenek. Meg elváltam a férjemtől. 5 évig laktunk együtt. Elváltam, utána rám maradt a kégyen. Felneveltem. Minden volt, szép volt, jó volt. Mindig volt nekünk. Mit tenni? Sőt, külön volt, mint akinek kapja volt. Azt mondja Pista bácsi nekem, hogy neki megígérték, hogy eléri a 100-at. Igyekezzünk el. A 96. éves Bodnár Istvánt már a művelődési házban megrendezett idősek napi ünnepségen köszöntötték. Pista bácsi a második legidősebb lakosa Újfehértónak, aki a hadifogságból tért ide haza. Az ünnepségen virággal ismerték el továbbá azoknak a kitartását és példamutató szeretetét, akik 50-60 éve házasok. Én személy szerint is, magánemberként is úgy gondolom, hogy nagyon sokat tanulhatunk tőlük. Tanulhatjuk tőlük a tisztességet, a becsületet, azt a nyugodtságot, ami ebben a rohanó világban nagyon fontos lenne. Én úgy gondolom, és el is mondtam az előbb a beszédben, hogy nagyon sok esetben lehet, hogy nem is az orvoshoz kellene elküldeni a betegeket, a fiatalabb betegeket. Le kellene ültetni ezek mellé, az idősek mellé, és ha beszélgetnének egy jót, lehet, hogy a betegségük egy jelentős része is elmúlhatna. A köszöntések után Újfehértó szépkorú lakosainak egy jó hangulatú gálaműsorral is kedveskedtek. Győzelemmel kezdte a szezont a Marsó Nyíregyháza. Sitko Ernő együttese a férfi kosárlabda bajnokság nyitó fordulójában a MAFC csapatát fogadta, és végigvezetve 95-91-re verte fővárosi ellenfelét. A nyíregyháziak szerdán Kaposváron lépnek pályára. Új otthonában, a Bemiskola csarnokában repülőrajtot vett a hazai csapat, 2 perc 20 másodperc elteltével 8-0-ás hátránynál már időt kellett kérnie a vendégek edzőjének. Az első negyedet 29-23-ra nyerte a Marsó Nyíregyháza, a második 10 perc derekán pedig úgy tűnt, hogy el így dönthetik a meccset Lekliék, hiszen 19 pontra nőtt a két csapat közötti különbség, a negyed hajrája azonban a fővárosiaké volt, így a nagyszünetre 10 pontos hazai vezetésnél vonultak le a csapatok. A harmadik negyedben tovább faragott hátrányából a MAFC, amely a záró 10 percnek már csak 4 pontos hátránnyal vágott neki. A hajrá izgalmasan alakult, Smith triplája 92-91-re módosította az eredményt, a végül 24 pontig jutó Krisztanovics hármas azonban pontot tett a találkozó végére. Nagyon nehéz az első mérkőzés egy bajnokságban, és hazai pályán mindenféleképpen győznünk kellett. Annak ellenére, hogy esélyesebb csapatként mi indultunk neki a mérkőzésnek, itt veszíteni valunk csak nekünk volt, és ez látszódott is azért egy picit a játékosok teljesítményén. Örülök neki, hogy azért ma mi voltunk a higgadtabbak, és minden olyan kulcs szituációban, amikor el kellett dönteni a mérkőzést, akkor felül tudtunk kerekedni az ellenfélünkön.
A vendégek edzője a hazaiak palánk alatti játékának tulajdonította csapat a vereségét. Nyíregyháza csinált nagyon jó munkát, végzett a palánk alatt, nagyjából megöltek minket, mert leszettek minden lepotalt, és kintről is jól dobtak, úgyhogy ja, nem vagyok boldog, mert a védekezésünk, nem bízunk még a rendszerbe, és nekem furcsa, mert elég jól nézett ki egy ideig a védekezés, de ma nem bíztunk benne, nem mertünk rotálni, ahogy kellett, nem csináltuk, nem voltunk elég kemények. Úgyhogy ez a játék nem lesz elég. A nyitóforduló további eredményei: atomerőmű Kaposvár 91-48, Sopron Pécs 90-68, Szolnok Jászberény 81-62, Albafehérvár Zalaegerszeg 89-91, Szombathely Kecskemét 77-57 és Szeged Körment 69-83. A Marsó Nyíregyháza szerdán a Kaposvár otthonában lép pályára. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. 70 milliárd forinttal többet biztosít közmunkaprogramra a magyar kormány a jövő évben, ami több mint 200 ezer ember foglalkoztatását teszi majd lehetővé, hangzott el az első országos közfoglalkoztatási kiállításon Budapesten. A kétnapos rendezvényen a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyírbogát egyike volt annak a 110 önkormányzatnak, amely bemutatta a közmunkaprogram eddigi eredményeit. Pilótaképzést indít a Wizz Air Nyíregyházán a Tréner Kft. És két holland vállalat együttműködésével. A 23 hónapos képzésre Európából 200-an jelentkeztek, közülük 12-en kezdhetik meg tanulmányaikat a megyeszékhelyen. A 120 ezer eurós tanfolyam végén a Wizz Air első tiszti állást biztosít a hallgatóknak. Csenger városának adományozta Osváth György családi gyűjteményüket, amely a személyes tárgyak mellett egy könyvtárral is büszkélkedhet. A kézi könyvtár 34.200 kötete mellett a gyűjtemény része 2.800 darab antik ritkaság is. A Kölcsei Televízió híradóját látták hétfőn, a legfrissebbekkel keddeste jelentkezünk, híreinket addig is megtekinthetik weboldalunkon. A munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Holnap többnyire felhős időre számíthatunk. Határozott időjárási front nem ér el bennünket, de az átmenetileg megnyugvó, meglehetősen nedves légtömegben sokfelé erősen párássá, ködössé válik hajnalra a levegő. Mivel gyakorlatilag leáll a szél éjszakára, nagy területen képződik köd, és alacsony szintű réteg felhőzet, amiből kora reggel néhol szitálás is előfordulhat. Reggelre általában 10 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben a ködös idő délelőtt megszűnik, délután átmenetileg felszakadozhat a felhőzet, és ekkor rövid napos időszakok lehetnek. Számottevő csapadék nem lesz, de köcitálás néhol előfordulhat. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 17 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. Csütörtökig még lehetnek hosszabb, rövidebb napos időszakok, egyébként jobbára felhős idő várható. Péntektől egyre több felé lesz eső vagy zápor, és ezzel együtt a lehűlési folyamat is kezdetét veszi. A hétvégéhez közeledve már lesznek olyan helyek, ahol a nappali órákban sem éri el a hőmérséklet a 15 fokot.